Sziasztok, Gulyás András vagyok. Gyönyörű, szép gondolatokkal ismét a sajátjaimmal és Eysanéval hozott egy idézetet, amit kiposztolt. Nagyon szép szelfikkel mellékelve, ha tudjátok, nézzétek meg. Nagyon tetszenek ezek a sorai. És kiraktam a szelfimet, elnézést a szélzaiért, remélem nem fogja levinni a kamerámat a szél. És hát mozgatnom kell, mert különben elfújja. Hát olyankor kell videót készíteni kint a szabadban, amikor a legrosszabb a körülményet, de az a kihívás. Gyönyörű, szép, napraforgó, hát ilyen hátteret nem is találhattam volna jobbat. Napszemüveg, mert kicsit oldalról süt a nap, a szemből, akkor meg is vakulnék. Kezdjük! Eysan nagyon szép soraival, 3 órával ezelőtt posztolta ki. Előfordul, hogy félreértjük a másikat. Saját szempontjaink, tapasztalataink, érzésvilágunk szerint fordítjuk le mondani valóját. Pedig a szavak nem ugyanazt jelentik mindenkinek. Bátran kérdezzünk inkább vissza, így elkerülhetőbbé válhat a konfliktusaink nagy része. Hiszen ugyanazok a szavak más érzéseket szülnek benned és bennem és a másikban. Építhetnek vagy rombolhatnak éppen. Na, ezért fontos emberek között a kommunikáció, hogy az ne romboló hatású legyen, hanem építő jellegű, mert abból tanul leginkább az ember, az építő jellegű kommunikációban. Lehet rombolni, lehet sértősködni, annak semmi értelme, haszna nincsen. Ami közös együttműködés, hasznos, tanító jellegű, iránymutató, azt kell csinálni, azt érdemes, mert ebből tudunk tanulni mindannyian. Ez nem kérdés. Tényleg nagyon szép a háttér, mondhatom. És idézetes írás, hát akkor essünk neki ennek is. Vannak emberek, akiket képtelenek vagyunk megérteni. Egész egyszerűen tudod, hogy másként cselekszik, mint ahogyan érez. Látod a vágyat a szemében, érzed a szeretetet a szívében, mégis rideg és érzéketlen. Megtanult úgy pillantani rád, hogy észre se vedd. Megtanult úgy vágyakozni, hogy ő maga se tudjon róla. Látszatvilágban él, önmaga elől is titkolva érzéseit. Te pedig magadban keresed a hibát. Összezavar, hogy mást érzel, mint amit látsz, és kérded. Melyik az igazi? Miért menekül előlem? Tényleg nem vagyok szerethető? Nem vagyok felvállalható? Hadd mondjak el valamit neked. Az érzéseid sosem csapnak be, de mi emberek nem vagyunk egyformák. Vannak olyanok, akik 40-50 év alatt sem nőttek fel, képtelenek a felelősségvállalásra. A szerelem pedig óriási felelősség. A szerelemben nem hibáztathatok mást, nem vonhatok felelősségre senkit a saját érzéseimért. A valódi szerelemben kénytelenek vagyunk felnőni. Amikor látszat kapcsolatban él valaki, vagy kizárólag könnyű párkapcsolatokat keres, amelyben kevés az érzelem, akkor még képtelen a felelősségvállalásra. Túl gyenge ahhoz, hogy megadja magát az érzéseknek. Úgy érzi, irányíthatóvá válik. Nem bízik önmagában. Talán még azt sem tudja, hogy ő irányítja saját sorsát. Gyáva. A legtöbb esetben még csak nem is tud róla. Azt hiszi, hogy minden rendben, és talán kívülről is ezt látjuk. Azért képtelen a szeretet elfogadására, mert nem tartja méltónak magát. Bünteti saját lényét, hiányzik belőle az önszeretet, de éjszaka, amikor lelke megszólítja, szenved, a kínok kínját éli át. Nem érti, miért hullik darabokra az élete. Szembe megy az érzéseivel, blokkolja a teremtő energiát, de keménynek kell maradnia, nem láthatják, hogy gyenge. Pedig az az igazán erős ember, aki meri vállalni az esendőségét, aki tud minden pillanatban önmaga lenni, a
aki felvállalja érzéseit, tűnjenek bármilyen őrültnek is. Erős ember az, aki nem fél a boldogságtól, és nem fél boldoggá tenni azt, akit szeret. Hát ez Mohácsi Viktóriának eredetileg az írása. Ezt kiposztolta helyesen, és mondhatni ide illő. Az ember vállalja fel az érzéseit, érzelmeit, az elhivatottságát, elköteleződését. A szerencsés ember csinálja mindig azt, amit szeret. Olyan dolgok vannak az életben, elnézést a szélzajért, hogy nem mindig úgy alakul az életünk, a sorsunk, hogy azt csinálhatjuk, amit szeretünk. Az érzéseink sem mindig abban az irányban indulnak, hogy azt szeretjük, akit szeretnünk kell. Megállapodunk, és olyan dolgokat vállalunk, hogy többet kellene. Az ember, ha elfogadja önmagát, és bátor önmagával szemben, akkor képes olyan döntéseket hozni, olyan ember mellett letenni a voksát, aki hozzá hasonló, és nem egy ilyen... Van valaki, hát igazából nem szeretem, vagy nem is hozzám való, érzem, tudom, és mégis. Az ember elég bátor, akkor vállalja az érzelmét, amin elgondolkodtam mai nap, hogy oké, rendben az érzelmek, mert hogy mondja ki az ember, ami a szívében van, ám ugye a legtöbbször a tettekkel van a gond, hogy a férfi férfi legyen, és küzdjön a szerelméért, tegyen valamit, és harcoljon, mert ugye az az igazi férfiasság, meghódítani a szeretett nőt, mindent a lábai elé tenni, lesni a kívánságait, odafigyelni rá, foglalkozni vele, mégiscsak a szeretet arról szól, hogy a másikra időt szánok, az életem középpontja, senki más, csak ő. És ennyi. És már ősztem is, nem szeretek őzni. Utálom az emberek így szerepelnek, hogy na. Igaza van el is annak, ez ideillő. Ami megfogott, az ahogy megfogalmazza, és kifejezi azt, ami a szívében van. Az ember nem nagyon teszi ki az érzéseit, vagy nem tudja kifejezni önmagát a legtöbbünk, hogy mit akar. Az embernek ki kell nyitni a száját, meg kell mutatni a magát, hogy ez van, felvállalni önmagunkat, az érzéseinket. Hát ez nem kérdés. És az ember azt csinálja, amit kell csinálni, teszi, amit az élet és a szíve diktál, ott probléma nem lehet. Önmagunk vagyunk, önmagunkat adjuk, a bennünk lévő érzések szerint, és nem megjátszva, nem képmutatóan, nem elferdítve, akkor biztos a győzelem. Meg úgy vagyok vele, a tapasztalatom, hogy a zsák megtalálja maga foltját. Az író az előadót, az előadó az írót. Mindenki helyére kerül előbb vagy utóbb. Amit nem tudok megérteni, ugye mindig hangoztatom, hogy a hasonló a hasonlóval, amikor például egy előadó lejjebb adja egy olyas
valakit tesz maga mellé, aki szó szerint kimondva senki, egy senki mit tett le az asztalra. Tehát amikor az énekes mellett ott van egy gitáros, nagyon meg tudom érteni. Ének, és ott van rá a zene. Amikor van egy előadó művész, például itt gondolok Ivetre, és ilyen erőltetett műkapcsolat nem olyan a mellette lévő Marci, aki szeretne szerepelni, vagy nem hallottam azt, hogy írna ő tenni oda a videókhoz a szöveget, mi a lótúrót keres mellette. Tehát a harmóniát keresem, de Eishannál és nálam ott van, hogy kettőnk között van egy együttműködés, ebből születnek termékek, videók, amiket megnéztek, és nagyon szépen köszönjük, hogy a nézettség nem csökkent, növekszik. Köszönjük szépen. Amit tudunk, ő leírja, én előadom, kifejtem a gondolataimat papír nélkül, amit ő leír, az el van mondva, nagyon magyarázni nem kell. És mondanám azt, hogy hát igen, nincs barátnőm, és ugye neked nem diktál egy nő sem, nem a fenéket. Itt vagyok barátnő nélkül, és vannak nők, főleg mondjuk itt egy nő, aki igenis leírja, és ezzel diktálja, hogy mit mondjak, és miköré rakjam a gondolataimat, az érzéseimet. Ez érthető mindenki számára. Egy ember egyedül nem ember. Ha van mellé a vállalkozásához társa, az egy teljes egész. Ezen alapszik a család is. Ezt sem kell magyarázni. És ami első az őszintesség, és mindent megbeszélni, a kommunikáció, ezt magyaráztam neki, és mindent megbeszélünk, megkérdezek. Szandinál ugyanez van, hogy ami a marketinggel kapcsolatos, azt megbeszéljük. Nagyon-nagyon fontos a kommunikáció, bármi nemű kapcsolatban. Ez erős szélben, hogy remélem halljátok, amit mondok. Kárpótlásul a napraforgó. Nagyon jó idő van, és ugye ígértem a kinti videót. Unalmas lenne állandóan bent videózgatni a szobámban. A szerelem. Lehet az ember szerelmes valakinek a külsejébe, valakinek a lelkébe, a szívébe, a gondolataiba, az egyéniségébe. Mindannyian egyéniségek vagyunk. Ki ilyen, ki olyan, nem vagyunk egyformák, és így a legszebb a világon, hogy különbözőek vagyunk, ám hasonló érzésvilággal, gondolatokkal, amikor kitaláljuk egymás gondolatát, egy húron pendülünk, mert gondolok valamire, másik már le is írja. De hogy? Kérdem én. Milyen fantasztikusan működik az egész világ, hogy minden mindennel összefügg, ahogy Konfúciusz is megmondta, és így a legtermészetesebb. Fantasztikus. Fantasztikus még önmagunkat megvalósítani, egyedül pedig sosem fog menni, működni. Mindig kell társ, aki ott van, ha baj van szintén, akkor ott hagy bennünket, akkor kiderül, az nem is volt partner.
Ez pedig olyan vállalkozás, működik és sikeres. És mindenki válaszol olyan valakit maga mellé, aki már valaki. Tehát aki előadó művész, értem itt, mert Ivett is az, ez tény, a tényekkel vitatkozni nem lehet, akkor az őt kiegészítő művész legyen a párja. Mert úgy az igazi. Mindig érezni fogja, hogy aki mellette van, az nem a megfelelő ember. De ezeken lehet változtatni. Az ember tanul a hibáiból, a döntéseiből. És ez a leghelyesebb. Köszönöm, hogy néztétek a videót. Ez az önmagunk felvállalása, a szerelem miben létéről szólt, és köszönöm, hogy megnézitek. És mindenki elgondolkodik. Remélem. Sziasztok!